Szüljenek a nők, kevesebb gyereket a fejlett és gazdag európai országokban, hogy több hely legyen befogadni a bevándorlókat. Ezt egy volt francia szocialista miniszter mondta. Az egykori környezetvédelmi miniszter szerint a fejlett országok szennyezik leginkább a környezetet, ennek az ökológiai járát pedig úgy fizethetik meg, hogyha minél több bevándorlót befogadnak. Úgy fogalmazott, idézem, ahhoz, hogy megmenthesd a bolygót, fogadj örökbe egy bevándorlót, ahelyett, hogy saját gyereked lenne. A francia baloldali politikus szerint erre úgy lehetne rávenni az európai családokat, hogyha megfordítanák a család támogatási rendszert. Ő azokat a szülőket támogatná, akiknek egy gyerekük van, a második gyerek után csökkenteni, a harmadik gyermek születésével pedig elvenni a családi pótlékot. Az egykori francia miniszter a tervek szerint indul tavasszal az EP választáson is, méghozzá a francia zöld párt színeiben, vagyis ha bekerül az Európai Parlamentbe, akkor abba a frakcióba ülhet be, amelyiknek most például Judith Sargentini is a tagja.